Elszereled a figyelmedet. Így van. Köszönöm, hogy kedves vagy, de most kiadnád. Misi bácsi, 100 éves, kemény az öreg. Csatós öreg. Soha nem találkoztunk velük,
vannak közt a régi ismerősök, persze, amit már nagyon régi ismerős, Szegedről jött, ritkán találkozunk vele, mara új ember, pár napon ezelőtt találkozunk most vele. Most nem találkozunk, mert az előtt azért nem szeretném, aki voltam a körnek, szegedi lakosságot annak ellenére, és jártam is sokat ide, aztán úgy jött egy-két év, amikor úgy az volt a kapcsolat, de most remélem, hogy... Gyertek gyakran, de tudjuk azt, hogy Szegedről azért az mégiscsak... Nem jöhetek annyit, mint az az. Igen. Szomszédod Abucmara, akivel ezután fogunk találkozni, szintén új ember. Esti kislány! Többek között vannak itt olyan barátok, akik személyes barátok, valakinek nagyon jó ismerőse, másik soha nem találkozott vele. Mondanám sorba, de nem akarok senkit kihagyni. Itt ismerkedjünk meg. Én meg a kis Miklóst láttam, megnézzétek meg! Vele is nagyon ritkán találkozunk. Jaj, de nagy lettél is már! Most egészségünkre ezt a poharat, és a továbbiakat is már sokkal lazább hangulatban. Néhány perc, és felkínáljuk a halásztét. Én pedig azt mondom, hogy éljen Rátka és Zsuzsa és Dulit Kálmán, de nagyon-nagyon sokáig! Én egy üzenetet szeretnék. Hány fokos ez a bor? Nem is itt áll csak egy kortyot. Hannes Hermann Bischof üdvözöl mindenkit, boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván mindenkinek. Nagyon rendes a Hannes. Akkor emeljük a poharunkat. Még egyszer, igaz? Már aztán nem is tudunk beszélni. Jó, Hello. Mikor érkezel már?